Szeretettel köszöntelek újra, ugyancsak még a természetnél tartunk. Ezúttal ceruzával próbáljuk meg visszaadni ezt a gyönyörű szép ágat. Legutóbb ez ugye egy megynek az ága volt, ez pedig egy körtéjé, és ha megfigyeljük, a virágok is egy picit másképp néznek ki, ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy mennyire szépek ezek a vonulatok, hogy ahol próbál kibújni az ágból ez a virágcsokor, csodálatosan szép. Nem győzök betelni, én mindig mondom, naponta szoktam nézni, tavasz az csodálatos. Jó, tehát ceruzával. Első órán ugye bemutattam, hogy a ceruzáknak a használata hogy célszerű. Most satírozni is fogunk, és azt talán már mindenki szokott meg tud megismeri, de nem árt, hogyha merjük keverni a színeket, akkor igazán szép. Választottam egy ilyen egész hosszúkás kis papírlapot, hiszen maga az ág is adja magát, hogy ilyen legyen. Ugyanolyan finoman, vékonyan vázoljuk fel. Itt most tetszőleges lesz, lehet, hogy szerencsésebb lenne cserélnünk is egy kicsit ezt a két ágat, de a lényeg akkor is ugyanaz, hogy megfigyeljük. Ennek van egy gyönyörű íve, az sem kötelező, hogy ilyen legyen, de próbáljunk adni neki egy ívet. Jó, legyen ilyen akkor. Nagyon finoman rajzolom ezt is meg. Ágazhatott volna ugyanúgy el, de sajnáltam szegény fáról levágni, és akkor inkább azt mondom, hogy ami lepotyogott, de itt a vége ugyanilyen játékos lesz, ez is ránk van bízva, ugyanúgy, ami nagyon szép ez a bimbó, ez annyira szép, már színe is van, látszik, hogy ez egy szép színes körtele lett volna valahogyan belőle, de hát most már ugyanígy, szép, finoman. És mivel hogy ceruza, ez alkalommal sokkal több részletet is tudunk, mert hát maga más a technika. Ugye ami előnye az egyiknek, egy kicsit hátránya a másiknak. A ceruzának az az előnye, hogy éles, tehát éles, és nagyon-nagyon hegyes, finom, erősen és halványabb vonalakat lehet vele csinálni. Míg az ecsetnek, és a festéknek nyilvánvaló az a szépség, a színnek a terülése, ezek a technikából fakadóan, na most ezt a bimbót nagyon szépre megcsináljuk, meg ezt a pár kis levelet is, így, minden irányból, itt van egy gyönyörű, szép, kinyílt virág benne, tavasznak még az illata is benne van szinte, tehát ez nagyon-nagyon szép. Figyeld mindig a természetet, tehát ne menjél ugye el a dolgok mellett, hogy nincs időd, meg mindenféle másra lehet fogni, valamikor tényleg úgy van, de próbálj szakítani az életedből, ne csak másodperceket, hanem járj egy kicsit a természetben. Nagyon-nagyon fontos, nem csak az egészség szempontjából, hanem bár elsősorban nyilván, hanem a lelked szempontjából is. Tehát észrevenni ezeket a gyönyörű kis, apró, pici kis pöttyöket, amik benne vannak. Hát ez nem tud az ember olyan szépen rajzolni, hogy azt visszaadja, de megpróbáljuk. És már az egy nagyon nagy öröm, hogy megpróbáltad, és már az egy nagyon-nagyon nagy öröm, hogy egy kicsit a mindennapi világból kiszabadultál, ugye, amikor elkezdesz rajzolni, akkor minthogyha egy kicsit átkerülnél egy más dimenzióba, és ez a legfontosabb dolog. Tehát az, hogy milyen profin megtanul valaki rajzolni, vagy festeni, vagy persze nagyon szép dolog, de igazából a lelked táplálása az a legnagyobb öröm, és én azt mondom, hogy hát így készül. Így, nagyjából ez lenne. Itt még sok-sok apró részlet van. Egy párat azért megpróbálunk belőle. A levelek szegénykék itt már kezdenek hervadozni el, de ebből lesz a gyönyörű, szép nagy levél, ami
ami táplálja majd a gyümölcsöt benne. Na kérem. Hát most már itt tartunk. Ennél is lehetne egy ilyen kis keretet, de hogy ne legyen olyan unalmas, és mi lenne, hogyha csak így pár szabadkezű vonalat húznánk benne, és akkor majd megmutatom, hogy miért gondolom, hogy jó ez, hogyha van egy háttér. Így. Mert kiegyenlíti, ugye? Itt olyan, mintha egy nyílvesszőnek lenne a vonulata, és akkor az sokkal feszültebb, sokkal jobban mutat egy kép, hogyha van benne egy kis mozgás, így, mint hogy egy kis kerítés mögött, előtt lenne ez az egész. Jó, ez így. És innentől kezdve jöhet a ceruza, jöhet a színes ceruza. Na, lássuk. Maradjunk egy kicsit a természetnél közelebb, akkor legyenek inkább zöldek. Ezt a 3-4 zöld, kék, jó. És legyen azért benne meleg színből is, a sárgából, a sárgából egy cipici, meg egy szép kis barna. Jó, hát nagyjából kiválasztottuk. Ha most minden színt felhasználnánk, ami lehet, de akkor már veszélyesebb, mert a harmóniát ugye be kéne tartsuk. Ha ezekkel szépen próbáljuk, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy sikerülni is fog. Itt mutatom kívül, hogy mit jelent, hogy egy zöldet hogy tudunk harmonizálni mondjuk egy barnával vagy egy narancssárgával. Hát nagyon egyszerű, mert külön-külön vannak a színek, de ha elkezdenek egymásba egy kicsit fonódni, akkor jön elő az a kettőnek a keverékéből, vagy már a háromnak a keverékéből, amit majd úgy fogunk színni, hogy színharmónia. Nem ilyen, nem olyan, hanem egy harmadik, vagy egy negyedik. Ugye? Meg már plasztikusabb, amíg a kéket is hozzátesszük, akkor meg pláne. És nyilván a papírnak a fehérjét is bele kell számolni. Ha most egy színes papírral dolgoznánk, akkor lenne egy kihívás, mert akkor az megváltoztatja egy kicsit, de a ceruzánál ugye van fehér is, hát azt is lehet ezúttal használni. Jó, hát így nagyjából ilyen harmónia fog keletkezni, és akkor menjünk. Tehát kezdjük a barnás, szép barnás szárral. Itt sem nyomom rá, tehát megfigyelted, nem így dolgozott, nem így, nem így. Tehát ez fontos. Vesszük a mély levegőt, eleve mikor nekiállunk bárminek is, akkor leállunk szépen türelmesen, és így. Satírozásnak hívják, én is azt mondanám, de ez egy nagyon-nagyon szép, szinte követett szemmel, és azt, hogy ez a mozgás, ez a forma, ez azért ad egy feszültséget a papíron belül. Lehet egy icipicit megnyomhatod itt-ott, de akkor nagyon óvatosan kell, hogy plasztikusságát ne veszítse el. Na. Jó. És hogy akkor színezzünk bele egy pici sárgával, vagy nagyon sárgával, na így fog alakulni ki az, amit mi szerettünk volna. Jöhetnek a zöldek, a leveleknél ez is tetszőlegesen van így. Ugye azt mondtuk, hogy radírt nem igazán használnak sok helyen, hát én azért szoktam, és én azt hiszem, hogy nem ördögtől való. Tehát, hogyha valami nagyon nem tetszik, akkor természetesen azért megpróbálunk egy kicsit javítani. Tehát fontos a háttér és annak a kezelése. Ahhoz, hogy szépen kijöjjenek a szirmok, ahhoz célszerű, egy picit ugye, mint a kék ég, vagy ennek. Most lehetett volna ez a barna kerítés is, csak akkor egy picit más hangulata lenne. Én szerintem ez tavasziasabb, egy ilyen üde kis játék az egész. És ha behunyod, úgy hunyorítasz, tehát úgy félig, akkor tudod ezt érzékelni, hogy ez egy kicsit olyan térben, úgy, olyan levegős. Ezt szerettem volna valahogy érzékeltetni. Csak egy kis részletet mutatok neked, hogy milyen öröm az, hogy elkezdesz ugye
persze idő kell hozzá, mélységekbe bevenni. Akkor újra használjuk a grafitceruzát, és ugye itt már kezd kibontakozni amiről én beszélek. Adunk neki egy icipici kis árnyékot ott, és akkor már olyan plasztikus, hogy megszólal. Na, szegényem, nem tud, de nem volt.